Az MVM színeiben vitorlázó Érdi Mári és a Balatonfüredi Yacht Clubos Vadnai Jonatán mellett egy újabb résztvevővel bővült a párizsi olimpiára utazók névsora. Böröcz Bence is hajóba száll majd, csak hogy ő akárcsak 4 éve most is versenybíróként képviseli hazánkat. Vele egy füredi rendezvényt követően beszélgettünk. Bence, gondolom, mi jó akaróitól többször hallottad már, hogy vannak rendes emberek és vannak játékvezetők. Néhányan ezt az irányt választjuk, miután egy sikeres versenys karrier végén döntést kell hozni abban, hogy tovább tanuljon az ember és mérnökké váljon, vagy adott esetben az olimpiai álmát versenyzőként szeretné beteljesíteni. Én az előbbit választottam, de nem tettem le az olimpiai álomról sem. Mik voltak az első lépések? Azt tudjuk, hogy ez nem véletlen, hogy te vitorlázó lettél. Így van, nagyon sok sportot kipróbáltam, amikor választani kellett, hogy hol kezdek el versenyezni, és aztán a vitorlázás tetszett meg leginkább, ahogy itt a természet közelében, ugye nyilván a Balaton vizén kezdve, aztán utána pedig szerencsés voltam, és eljutottam tengerre is már versenyzőként is. Mik volt a legjobb hajó? Melyiket szeretted a legjobban? Főleg, hát gondolom gyerekkorban mindenki a legkisebb, a optimisttal kezdi. Különleges volt az én helyzetem ilyen szempontból, én nem optimistbe versenyeztem, én kadettal kezdtem, majd utána pedig lézerben ültem még néhány évet. Mikor döntötted el, mint ahogy mondtad, hogy te inkább a tanulást választottad többek között, hogy mégsem mész ezen a pályán tovább? Én a Veszprémi Lovassy Gimnáziumban végeztem a középiskolát, matematika tagozaton, onnan pedig azért erős volt az orientáció, hogy milyen irányban szoktak gondolkodni onnan a diákok. Úgyhogy én a műegyetemre felvételiztem, és amikor az egyetemet elkezdtem, akkor azt beláttam, hogy nyilván a versenysport olyan intenzitással nem tud folytatódni, ahogy addig azt műveltem, ami mondjuk 200 napot jelentett évente a víz közelében vagy a sporthoz kapcsolódóan. Nyilván a vitorlázás hobbiként tevékenyen megmaradt, és most is egyébként versenyzem a szabadidőmben is, amennyit tudok különböző nagyhajós formációkban, de akkor kezdtem el hangsúlyosabban foglalkozni a versenybíráskodással. Mi fogott meg a bíráskodásban? Nekünk más egy kicsit a szerepünk a vitorlássportban ahhoz képest, amihez egyébként a nézők is és ti is hozzá vagytok szokva mondjuk labdajátékok esetében. A mi esetünkben a versenynek a sportszerűségét kell úgy garantálnunk, hogy alapvetően elvárt az, hogy a versenyzők betartják és egymással betartatják a szabályokat, és amikor közöttük konfliktus marad, akkor ezeket tárgyalásos úton rendezzük a futamokat követően. Úgyhogy nálunk más a szerep, és ebből kifolyólag miután nem is egyéni döntések születnek, hanem közösen 3-an, 4-en, 5-en hozunk meg döntéseket, így ebből kifolyólag nincs is az az egyéni ellenszem, hogy azt mondjam, amivel sok más sportban szembesülhetnek bírók, hanem mi sokkal inkább partnerségre törekszünk azokkal a versenyzőkkel, vagy az ő kísérőikkel, edzőikkel, akikkel együtt kell működjünk. Mit kell figyelnetek egy versenyen, hiszen azt mondhatod, hogy nem vagytok sokan tulajdonképpen, és hát nagyon sok hajót látunk a vízen. Mi van akkor, hogyha mondjuk 100 óvás van, hát akkor egy fél élet, ameddig ezt letárgyaljátok? Így van, tehát úgy kell nyilván kitalálnunk egy verseny szervezésekor, hogy mekkora versenybíróságot állítunk, vagy állítanak fel, hogy ki tudjuk szolgálni azokat az igényeket, amik jönnek felénk. Most nyilván rengeteg sok olyan szituáció történik egy vízen, ami akár óvást is eredményezhet. Ezeknek nagy része már ott eltűnik, hogy egyébként a vízen büntetést vállalnak a hajók, ahogy mondtam, hogy betartják és betartatják a szabályokat egymással. A jelentős része pedig utána azért tűnik el, mert okafogyottá vagy érdektelenné válik a fél, aki óvni szeretne, mert hogy nem tud vele nyerni, vagy egyébként is mondjuk az adott hajó előtt végzett. És akkor egy nagyon kis része ezeknek az eseteknek érkezik meg a tárgyalásokra, úgyhogy nyilván ez aztán utána remélhetőleg egy-két kezünkön megszámolható egy-egy versenynap végén, hogy hány ilyen lesz. Én azt gondolom, hogy amikor a versenyszabályokról beszélünk a vitorlázásban, az ugye nem egy fekete-fehér dolog. Azért itt nagyon erős befolyása van a versenyre az időjárás. Az időjárás alapján az, hogy milyen pályát tűznek ki a versenyrendezők, és aztán pedig, hogy ebben a változó közegben milyen taktikai, meg stratégiai megfontolással versenyeznek a résztvevők. És ebből kifolyólag ebben egy nagyon komoly kockázatmenedzsment szemlélet van a versenyzők részéről. Tehát, hogy egy-egy döntésüknél mit helyeznek éppen a mérleg serpenyőibe, és ahogy a taktikai megfontolásoknál ez előjön, úgy mondjuk egy éles helyzetben, hogy egy csibész lehet, hogy szabálytalan húzást bevállal-e valaki, vagy nem, az is ugye így előfordul. Úgyhogy így attól függően, hogy milyen szintű egy verseny, verseny, nyilván teljesen más dolgok fordulnak elő, de az mindenképpen látszik, hogy a bolyák környéke, ahol a legzsúfoltabb a mezőny, ott azért a legtöbb szituáció elő tud fordulni. Én 2008-9-ben kezdtem el hazai szinten versenybíráskodni, és aztán ugye eltelt az a 4-5 év hazai tapasztalatok között, ami után ki tudtam lépni a nemzetközi porondra, és 2012-ben akkor a világon én voltam a legfiatalabb, aki nemzetközi versenybíró lett. Nyilván ez egy mulandó státusz, és ez akkor jól hangzott, és egyébként ez is volt az egyik nagy lehetőség, amit meg tudtam ragadni, hogy nem csak itthon, de nemzetközi vizeken is egy nagy generációs szakadék volt abban az időszakban. Most már hál' Istennek többen vagyunk így fiatalabbak, de hogy akkor fiatalon szerencsére nagyon sok olyan lehetőséghez lehetett jutni, ami kapcsán lehetett is bizonyítani, és nyilván ugye a visszajelzések azok elsősorban úgy jelentkeznek, hogyha az embert meghívják újabb és újabb kihívásokra, akkor látszik, hogy van ott keresni valója. Egy olimpiai versenybíróság is nyilván úgy áll össze, azok az országok vannak jobb helyzetben, ahol egyébként vannak sikeres sportolók is, mert abban a környezetben tudnak fejlődni hazai viszonylatban a tisztségviselők is, ahol egyébként a sportolóink is sikeresek. Úgyhogy ha közvetlenül nem is, de így közvetetten összekötődik a két világ. Kell még fejlődni, kell még tanulni? A sportágunknak az egyik csúcsa az olimpia, nyilván vannak más tévében is megtalálható események, akár ugye az Amerika kupája, akár a CLGP, amik szintén komoly, nagy látogatottságot vonzó események, valakik ugye azokra a csúcsokra hajtanak, és az pedig, hogy meddig lehet tanulni, ez egy véget nem érő folyamat, mert a sport maga is változik. Az a technikai innováció, ami körülvesz bennünket, főleg az elmúlt mondjuk 20 évben anyaghasználatban, hogyha megnézzük az új tervezésű vitorláshajókat, megnézzük, ahogy ezek repülnek a víz fölött, megnézzük azt, hogy a ruházat mennyit változott, aztán ahogy az informatika megérkezett, telemetria, adatok, a vitorlásport köré, ez nagyon sokat változtatott azon a környezeten, amihez nekünk is alkalmazkodni kell, és nyilván ez bennünket is sokszor segít abban, hogy jó döntéseket tudjunk hozni. Bencétől még megtudtuk, hogy az olimpiára készülő versenybírói csapat áprilisban egy utolsó amolyan összeszoktató versenyen vesz részt. Majd július 25-én irány Marseille kezdődik az olimpia.